Ez igen. Latkó, de jó itt nálad, itten Tapiobicsken. Borsócska is van. Nézd már oda. De szép nagy. Azt a betyár mindenét. Szeret mit? Minden szeret. Tudja, hogy filmezik. Hogy filmezik őt. És látod? Ja. Ő nagyon szelíd. Gyere, nézd, hogy milyen finomat hozott a baba. És kapsz friss vizet. Jó, de szép nagy. Gyere, te is. Eddig jutottunk el vele, hogy most már azért nálam nem ugrál annyi. Gyere, Gyuszi, gyere! Na gyere, hamar! Úgy. Ó, de finom, igaz? Szeretik a csorbot. Videózik. Jó. Most már megy is. Jó, akkor már megy is. Jó? Oké. Okay. Én meg lopok innen egyet-kettőt, jó? Hát ilyet így már régen csináltam. Nagyon régen. Ilyen újabbakat megpróbálok írni. Nini kanonaiak! Szedj epret is. Az is van. Hogy ne lenne? Na. Hát a talán. Hallod, ez most nagyon le kell hajolni. Én még egyet sem látok. Le is kell hajolni. Ez a földön van. Na, hát ilyet még megáll az ég. Na, itt van, már van. Le is tudtam hajolni. Hát még ilyet. Na, karadőjak, egy eper. Ott van egy csomó. Ez igen. Finom? Nagyon finom. Ó, hát a múlt héten dugék volt. Köszi szépen. Szívesen, nem nyomtam. Jó van, nem. Mondd még egyszer, paprika, paradicsom. Ez a paradicsom, igaz? Előtte meg a paprika. Ja. Ha majd meg ott tök, oldal, amott oldal, bal oldal. Bal oldal, jaj, látom. Az a tök. Ott leghátul meg az a ti krumpli. Krumplitok, burgonya. Nagyon jó. Hát ki tudja, mit lehet majd látni belőle. Én mondom, hogy gyere erre, mert itt árnyék van. Úgy de gyorsak, te! Ha ide jössz, itt van lent egy. Erről tudsz csinálni egész közeliket. Ha így csinálok, akkor meg repkedem. Ha repkedem. Ja. Ha van kedvük. Kemény, nagyon jók. Na, ha ide lejössz, akkor itt egy csomó kis. Merről jön a folyó? Honnan? Arról jön, és erre felé megy. És mibe folyik ez talán arra felé bele? Van tó?
csákomba, összefolyik a másik jóval. Hát, ha meglátnálok, hogy hol vagy, az jó volna. Ja. Ez olyan lackó, hogy nézem néha az űrállomás, ahogy megy az égen. Este felé. Meg hát volt úgy, hogy elkaptam már, hogy volt reggel is, tudod? Patak ne. Aha. Úgyhogy terített asztal van nekik. Aha. Árnyék, hűvös, kellemesség, megpihennek. Észrevesznek egy-egy szúnyogat, akkor rámozdulnak. Aha. Aztán majd, amikor kezd szürkülni, jönnek elő a szúnyogok, akkor rajokba lemennek vacsorázni. Tényleg? Hát persze. Ők szeretik a szúnyogokat? Aha. Hát ez akármilyen szép, ez ragadozó. Aha. Mozdulj meg egy kicsit. Nagyon jó. Jó. Na, még gólyafészket is lehet látni. Nini, és a gólyák is benne.
Szóval minek hívják? Mondjad még egyszer, hogy tudjam. Ezt a területet minek nyilván? Tájvédelmi körzet. Tájvédelmi körzet. Jó. És akkor mondjad közben, hogy mi van ott, mit szokott lenni ott a réten. 49-es április 4-i győztes tápióbicskei ütközetnek kérlek szépen. Itt van a csatája, az újrajátszása minden évben. Itt a huszárok minden évben újra elvelik a sógorokat. Újra. Mindig újra. És akkor is el lettek verve? Nagyon. Győztes, ott van. Győztes ütközet volt. Dicsőséges tavaszi hadjáról győztes tápióbicskei ütközetének tisztelete. Ez igen. Milyen híd? Vagy hogy volt? Ez a másolata annak a hídnak, ami itt állt a patakban, amikor a 49-es csata volt. 1849. Azt a betyár mindenét. Tehát ugyanúgy nézett ki az a híd, ami előző óraig ott volt. Ez igen. Na és ezen jöttek át a lovak, huszárok, mindenki. Aha. Na innen nézze meg, itt folyik általában a csata ezen a mezőn. És akkor abban az időben ez a csata itt történt meg. Őzek is, meg a vaddisznók is lejárnak ide ülni. Aha. Ott vannak a nyomák. Ott meg a szitekötők. Látod, a szürkészöldes, azok ja. Még kékek, sötét kékek. Ja. Ha mi van? Igen, nem daloltok? Valami... A kicsit, Mimi. Most már jönnek a tollak rajtuk. Ja, most már jó lesz. Az is oda lett. Azt most vörös. Most ez a pár. Ez igen, milyen jól énekel. Ugye? Na, mondjatok még valamit.